Délig több száz közel-keleti menekült kelt át Bezdánnál a szerb-horvát határon a Dunai hídon. A hatóságok nem tartóztatták fel őket. Tegnap érkeztek az első menekültek Zomborba. Az 59 személy mindössze néhány órát tartózkodott a városszéli Jószics negyedben, a katonaság egykori raktárépületében, amelyet az illetékes szervek alkalmassá tettek elhelyezésükre. A közel-keletről érkezettek Horvátország felé vették útjukat a jobb élet reményében. Ezt nyilván nem a szomszéd államban remélik megvalósítani, hanem tovább szándékoznak menni nyugat-európai országokba. Adtunk nekik élelmet, orvosi ellátást kínáltunk fel nekik, útba igazítottuk őket a céljuk felé. Mi természetesen a segélyszolgálatokkal együtt ellenőriztük a terepet, az sem lepne meg, ha a helybeliek észre sem vették volna a menekültek jelenlétét. Délutánig nem érkeztek újabb menekültek a zombori befogadóközpontba, azonban a szerb-horvát határon változatlan volt az emberáradat, és becslések szerint estig 1000-nél többen mentek át gyalog a Duna-Bezdáni hídján.